Üdvözlök mindenkit, Nákroklim vagyok, jön egy kis vorsrém, és amit láthatjátok a videó címben, hogyan indítsunk -e egy modolás? Nos, mire is gondolok ez alatt? Ugye a való videóban még valamikor régen beszélgettem a modolásról, és mire kell figyelni a vorsrémeknél, hogyan kell hozzáadni, ki gyere pozitívan, és a többi. De ugye a vorsrémek azért uh, modolási téren sokfelé indulhatnak el, és több fajta ember van többféleképpen modol. Mire gondolok itt? Van, aki felolvassa a Wikipédiát, és az a Szent Biblia, és azt követi, és annál nincs jobb. Van, aki fölmegy a warframe re és az a Szent Biblia, és annál nincs jobb. Van, aki kitalálja a saját módszereit, és az a Szent, is annál nincs jobb. És most igazából én is szeretném átadni azt, hogy én hogyan találom ki a saját modolásomat. Én szeretek egy sajátos úton menni, egy sajátos játékstílus képviselni a Warframe-ben, és a modolás is ennek megfelelően tükröződnek, de van egy módszer, ahogyan eljutok ide, és úgy gondolom, hogy ez egy praktikus módszer mindazoknak, akik szeretnék kipróbálni, és egy jó rávezetés arra, hogy létre tudj hozni egy warframe egy hozzá testhez álló uh, modulás. Mire is gondolok itt, ugye én az a fajta játékos vagyok, aki tapasztalatból beszél Warframe-ben, tehát mindig csak annyit tudtam átadni, ugye azt tudtam átadni, amit megtapasztaltam, és uh, Modolá, modolni is úgy szoktam modolni, ahogy a játékban tapasztalok dolgokat azzal az adott Warframe-mel, vagy azzal az adott fegyvere, bár a fegyverek az egy kicsit más kategória. De a warframe ez egy kicsit személyesebbre szűkített modolásról van szó, és mindig sosem olvasom fel a Wikipédiát, mint egy Bibliát, és az úgy van, ahogy ott leírja, mert tényleg úgy van, ahogy a Wikipédia mondjuk adatokban leír egy Warframe-et, hogy ez ennyit sem, ez olyan de az ennyi másodperc, az annyi terület, az, ez, ez, tényleg így van, de úgy gondolom, hogy a modolás az nagyban függ attól, hogy mi hogyan tudunk játszani a játékkal, és mi a mi személyes stílusunk. És én ez, ez szerint szeretek modolni. Azért van az, az én modolásémban az furcsaság, hogy így néha így, ez, ez egy érdekes modolás, vagy én nem így modoltam volna, mert nupsótek nem így modolta, az azért van, mert én nem úgy játszom, ahogy mások, úgy játszom, ahogy én játszom, és annak megfelelően használom ki a modokat, és ezáltal használom ki a warframe-nek, annak az adott warframe-nek a képességét úgy, hogy nekem kényelmes. És miért is mondom ezt? Azért, mert nem mindig van időm, vagy nem mindig lesz neked se időt, hogy mindig kitold magad addig a 200-300-as enemikig, nem beszélve az 1000-es, 2000-es, blablabla, bla. tehát az a 200-300-as az még reális időben is, hogy elér, tehát nem mindig lesz időt, hogy elmegyed addig egy defenzen, egy survivorön, hogy megnézd, hogy ott meddig bírja a modolásod, de mégis van rá egy módszer, hogy azt a környezetet szimulálni tud, és ráérez, hogy annak az adott warframe-nek a képességét mennyire tudnád használni a két as uh, szinteken, vagyis az endgame-ben mennyire tudnád használni azoknak a, és mi, mi, felé kell tereld a modolásodat, hogy esetleg az endgame-ben azzal a warframe-mel helyt tudj állni. Nos, nem is húznám nagyon tovább az időtöket, hozzáteszem megint csak, ez egy saját módszer, én ezt így fejlesztettem ki magamnak az évek alatt Warframe-ben. Mindenki úgy csinálja, ahogy szeretné, de úgy gondolom, hogy egy nagyon praktikus módja, hogy megközelítsük a modolást a Warframe-eknek. Nos, az első lépésem nekem, az az, hogy ha megszerzek egy új Warshreemet, vagy egy modolást akarok csinálni akár egy régire, az úgy indul, hogy kiveszek minden modot a Warshreemről. Teljesen csupaszra csinál a modot. Mire gondolok itt? Például itt van nekünk. Excalibur. Az Excalibur egy ilyen általános Warframe, ami mindegyik frakcióval jól bánik, úgy értem Infested, Grinir, Corpus, és a Voidban megtalálható enemikkel is jól bánik, és ugye létrehoztam rá valamikor régebben egy modolást, ami természetesen nem Naramon, Shadow Stepre van alapozva, az akkori még, amikor még nem is léteztek iskolák, mert ugyanis akkor legalább létezett még a Warframe-ben valamiféle endgame, amit élvezni lehetett. Na, de hogyan közelítem meg a modolását egy Warframe-nek. És mint mondtam, ugye ki fogok és kiveszek belőle minden modot, és akkor elsősorban rámegyek arra, hogy megnézzük, milyen képességé vannak. Nem is az, hogy milyenek, milyen effektet tudnak csinálni, hanem az, hogy miféle adatok, adatokkal van ellátva. Nem nézem azt, hogy mekkora mennyiségű adatot képesek magukból kihozni, mint például az, hogy a hármas képességének a damage-e akár 4000, 1100, is tud lenni. Nem azt nézem, hanem azt nézem, hogy ez méterben halt, és demisben halt, ez méterben halt, és időben halt, ez méterben halt, demisben halt, és hát ez nem, mégis exoli nem, mint ki, ugye az jablins az nem számít a hármas képességnél. És az ultia damage-ben halt, és van némi méter hatása is, és vakítás hatása is, és energy per sec. Szóval ebből le tudom következtetni nagyjából, hogy miféle dolgokat csinálnak az ultia. Tehát mivel, hogy energy per szekes, így aztán folyamatosan fenntartható ultiról van szó. Szóval már így nagyjából kitom következtetni, hogy lehet, hogy érdemes ezt fent, tarta, uh, fent tartani. De ugye teljük, semmit nem tudok még az eszkaliburnó. Szóval fogom, és uh, nulla modokkal, tehát tényleg úgy, hogy szerintem erre három modás, igen. teljesen nulla modokkal fogom és beviszem egy játékra. És megnézem, tehát általában egy survivor-re szoktam, survivor szoktam bevinni, és általában egy keményebb survivor-re szoktam uh, bevinni, hogy rögtön ugorjunk egy, egy, pár helyet. A mostani, a mostani Warframe-ben, ahogy a Warframe jelenlegi állása van, survivor motra nem viszek semmilyen karaktertesztre, mert motra uh, undorítóan nagy damage rendelkező um, enemik vannak, és nem valódi a teszt, így aztán kiválasztok valami uh, nagyobb, mit tudom én, egy szednát, egy Plutót, egy eriszt, um, valami olyasmit, ahol nagyobb enemik jönnek, és nulla modulással uh, megpróbálok minél tovább túlélni. Ez abban segít, hogy több frakciót kiválasztok, hogy megnézem egyrészt azt, hogy ez az adott Warframe-nek melyik frakció lesz az erőssége: a Korpus, Grinier, uh, avagy um, infested, vagy éppen void. Mert mind, mindenhova elmegyek egy kicsit. Persze, ahogy idővel jön a tapasztalat, hogy nagyjából már sejtető, melyik warframe, melyik frakcióban lesz uh, uh, erősebb, vagy fog tudni helytállni egészen jól. Fogok bemegyek egy Survivorre többnyire, hogyha a defenzesebb a karakter, akkor defenzre, és nulla modolással megpróbálok minél-minél jobban és hosszabb ideig Helytálni. Nullamodolással, nulla még mégpedig úgy, hogy intenzíven használom a képességei, a warframe-nek. Természetesen emellé a leg, lehető legerősebb fegyvereimet viszem. Tehát az fontos, hogy legyen, amivel tudsz damage-et okozni, mindenképpen, tehát vissza valami jó erős fegyvert, mert magabiztos vagy, jó erős kard, magabiztos vagy, mi mindenbe viszed a legerősebbedet és a nullás warframe-edet, és megpróbálsz minél, minél, minél hosszabb ideig uh, életben maradni. A mostani warframe-ben valószínűleg nulla modolásra fogod élni a 40 percet is, bármelyik survivor vagy őszinte legyek. Uh, és ez a nulla modolásos Warframe konkrétan nagyon-nagyon gyorsan kimutatja neked a foga fehérjét, hogy úgy mondjam. Tehát ahogy használod a képességed, ahogy játszol, és neked ugye van egy játék stílusod, egy személyes stílusod, hogy te szoktál Warframe-ekkel játszani, amilyen sorrendben kapcsolod a képességeket, melyik képességet gondolod hasznosnak, és ez mind-mind-mind egy nullamondolásos karakternél, hogyha minél hosszabb ideig uh, akarsz benne, mind-mind ki fognak jönni ezek a gyengeséget. Hogy mondjuk te megszoktad, hogy hármas képességet használsz a kedvenc warframe de ennél kiderül, hogy kurvára nem jó a hármas képesség, hanem neked az egyes képesség a jó, vagy éppen az ulti a jó, te mert hogy az ennél a Warframe-nél ez, ezt látod praktikusabbnak, jobban áll rá erre a kezed jobban ára, játék, és azt látod hasznosabbnak, és öm, konkrétan ezek azok a módszerek, amik rávilágítanak, hogy a te játék stílusodban annak az adott forframe mik az erősségé vagy a gyengeségé, úgyhogy nullamodolással minél hosszabb ideig megpróbálod tőle. És konkrétan, hogy nullamod van benne, hogy ezt szimulálod azt a környezetet időben, szimulálod azt a környezetet, amikor egyre nagyobb enemik jönnek rád, és a modolásod egyre gyenge, amikor konkrétan kezdesz egy hit lenni, csak itt konkrétan minél korábban kezd ez egy hit lenni és közben kiderülnek, hogy hol vannak annak az adott warframe és a te játékszílusodban a gyengeségek, amelyek hozzá fűződnek ahhoz a konkrét Warframe-hez, és akkor vissza szoktam jönni, végzek a játék, aha, szóval az egyes képességet nem igazán tudtam jól használni, nem feltétlenül hasznos, de a kettes képessége azt a kurva kategória, viszont az egyes képesség jó volt azért, mert el tudtam menekülni Excalibur esetében, visszajövök, tehát, és így jöttem például így találtam ki azt, hogy számomra az Excalibur 1-es képessége, bocsánat, 2 képessége, ugye duration alapú vakítás és terület alapú vakítás, nekem nem hasznos, az én játékstílusomnak nem hasznos, hogyha idő, időt adok rá. Mert én spemeltem a kettest, folyamatosan spemeltem a kettest, és a 100% idő, amikor nulla modolással bevittem, a 100% idő a számomra Túl hosszú volt, és úgy éreztem, mindig lelőnek, mert arra próbáltam fókuszálni újra, vaki csak, újra, vaki csak, hogy az enemi ne lőjön Ezért csak 40%-ra fogtam azt az időt. Most, ami jött a persze, ki bejött a Chromatic Blade, azóta a stretch kivettem a modolásomból, és a Chromatic Blade ért cserébe. Beraktam, hogy egy kisebb-kisebb körben hatítok, de viszont spemelni tudom a kettes, mert az az én éjjátékszílusomnak nagyon jó, és spemelni tudom a kettes, ez mindig az újonnan bejött. Jövő enemiket a körbe meg tudom vakítani. Nagyon hasznosnak bizonyult a 200 plusz 300 pluszos enemiknél is, pontosan ugyan azért, mert amint bejöttek a körbe, egyet vakított, és folyton vakít, és folyton vakított, és vakítva tartottam az újonnan bejövő enemiket, miközben egy kurva erős karddal, vagy éppen egy covert is ellátott törrel, um, egy covert is ellátott törrel fogom, és... Um, leszúrom az elemiket. Nos, uh, ez lett volna az elképzelés. Például mutatok még egy um, modolást, és ez a hero, ami egy tipikus ilyen példája annak, hogy vele is ugyan ezt csináltam, és, és úgy érzem, hogy eltérő modolás sikerült csinálni, mint a más emberek szoktak csinálni a hero -ra. És ez is egy olyan tipikus modolás, ami ami úgy jött ki, hogy bementem, és miután sok helyen leteszteltem Herót, és úgy döntöttem, hogy, hogy például az excavation is egy igen helytálló Warframe tud lenni, úgy döntöttem, hogy például a maximális ranget adok neki, és nem a ultia miatt, nem a hármas képesség miatt, semmi ilyesmi miatt, egyszerűen konkrétan azért, hogy az egyes képesség minél hosszabb, hosszabb távon um, hassanak. Mert én számomra az egyes képesség nagyon hasznosnak bizonyult, főleg endgame-nél, hogy le tudtam láncolni az enemiket, és csak utána vettem igazán számításba a többi képességét, az ultit, a hármast, a kettes, stb. Um, úgy döntöttem, hogy számomra az egyes képesség például az egyik legfontosabb a Herónál, hogy meglegyen az a crowd control és leláncolja az enemiket, ami nem csak nekem segít, hanem a társaimnak is, és vész esetén magam, hogy legalább védettséget kapjanak a társaim, de az igazán az erejére ebben a buildben nincs szükségem. Van természetesen olyan is, ami ultira fókuszál, van olyan is, ami egy ilyen survivor, balanszolt build, és ez mind-mind-mind abból jött, hogy nulla bementem survivorre, nulla bementem excavation, defenszerű játékra uh, is, és megnéztem ott, hogyan tudok helytállni, és a, ugye az ulti build az az igazából olyan, hogy defense kő keményen, és ott állunk a társég mellett, és csak buffoljuk -e őt az, őket az ultivalaszké, és semmi másról nem szól. Uh, és így, így tud tudtam kitalálni a saját játékstílusomnak megfelelő modolásokat. tehát nullamod, kiveszek minden modot, bemegyek játékstílusokra, és ugye a nulla nullamodulás abban segít, hogy minél gyorsabban eljön az az idő, ami az endgame-et szimulálja, a Warframe-ben, hogyha nagyon durva akarok lenni, akkor a modolásaimba egy, egy modot belerakok, Survivor esetében is, ez az Enemy Radar, Enemy Sense, ezek az Enemy radar, beleszoktam rakni, hogy um, az enemik jobban lássanak, jobban jöjjenek, és az uh, egy durvább környezetet tud produkálni, és, és, ezáltal ugye nem kell feltétlenül kivárnom azt, hogy elmenje két háromszáz a szörvevőre, hogy meglássam, hogy jó mennyire hat a modolásom. Viszont Amiután kész vagyok az első modolásommal, uh, és, és úgy tapasztalom, hogy ennek a játékstílusnak ez, ez megfelel, az én játékstílusomnak ez a modolás megfelel, Azután kérem szépen, fogok, és uh, elmegyek, akkor már elmegyek, miután kitaláltam, hogy ez a karakter jobban áll Defense-ben, Survivor-ben, uh, Excavation-ben, Infestet Corpus grimm miután ez már így letisztázódott, hogy hol erősebb ez a karakter, akkor abban az adott frakcióban elmegyek egyszer, egy i-über hosszú challenge-re, tehát tényleg egy nagyon hosszú survivor-re, legalább egy két ó, legalább egy két órásra mondjuk a mai warframe mert fingom sincs, hogy minek menne el az ember két órás survivor-re, de legalább egy két órás survivor-re elmész, szólóban, ha egy mód van rá, és, és megnézed, hogy azzal a modolással, amit így kitaláltál, mennyire tudsz helytállni. És akkor jön a Warframe meglepetése, általában ez így szokott jönni, hogy ott megint csak kimutatkozik egy másik stílus, egy másik um, környezet egy bizonyos szempontból. Kimutatkozik az, hogy az a modolás, amit csináltál, helyt fog-e állni, de erre azt mondom nektek, hogy... hogy, hogy 80% esetben helyt fog állni ez a modolás, amit csináltál, és mert, mert hogy a te játék stílusodra van szabva konkrétan, de ami ott ki fog mutatkozni, ott és akkor azon a szinten, hogy azok a fegyverek, amiket te jónak hittél ehhez a Warframehez, helyt állnak -e, és ki tudják és -e segíteni. És akkor, uh, akkor válik el, hogy az a Warframe, inkább lövősebb, kardozósabb, vagy melyik, melyik, irányba lehet jobban tolni. Kezdjük lövéssel, folytassuk karda, vagy, vagy egy fordítva, vagy végig csak kard, és kijön az, hogy mi segít, melyik fegyver segít a legjobban annak az adott warframe-nek, a survivor és az dönti el, például számomra, hogy utána abba a fegyverbe mennyi... Öm, ö, forma kerüljön és milyen demizre húzzam továbbá, hogyha esetleg a Warframe buffolni tudja azon fegyvereket, akkor összekapcsolni modolás által um, ez, azt a fegyvert és azt a Warframe-et. Mit tudom én, um, mire gondolok itt. Um, nem tudom, például a Condition Overload egy olyan warframe mint a Hero, ami Damage Buffot tud adni, és akkor egy státuszos fegyver, most csak mondtam egy példát, rájött hasonlóra. Tehát buff, buff Hero és Condition Overload-dal ellátott kart több státuszért, több sebzésért, és a többi. Tehát ilyen apróságokat összefüggésbe lehet hozni. Nos, um, srácok, ez e, így szoktam én, gondolom, így közelítem meg én a modulást, így jövök rá, hogy az adott WarSheimnek, uh, amit szeretnék használni, hol a gyenge, vagy mi éppen mi az erőssége, és hogy fűződik ez hozzá az én játékstílusomhoz, Így szoktam többnyire um, kitalálni a dolgokat. Remélem, hogy um, tudtam segíteni, és remélem, hogy, hogy egy megközelítést tudtam adni, és ez azért jó módszer, mert hogy éppen tök mindegy, hogy hanyadik szintjén állsz a Warframe-nek Master Rank szempontjából, 2, 1 es 2 3 4 es 5 ös 10 es 20 as Teljesen mindegy, hogy melyik szintén állsz a warframe -nek, és azért, mert teljesen mindegy, hogy milyen modokat, mert épp amilyen szinten állsz, annyira tudsz játszani is azzal a warframe mel vagy éppen a teljes játékkal összességében, és annyi modod van konkrétan. Tehát lehet, hogy neked nincsenek meg, mit tudom, még az Uber faszom Prime modok, de neked olyanjaid vannak, hogy flame repelönt, de lehet, hogy a te játékstílusod, a te most egy állásodhoz szerint, ha belerakod a frame repellentet, már ki vagy segítve azzal az irányjal, amely, amely felé modolni szeretnéd a dolgokat. Lehet, hogy neked fast deflectionod van, mert hogy mondjuk nincsen még vitality most mondtam valamit, vagy nincsen primet flood és nem tudod spemelni a képességeidet, ezért berakod a fast deflection hogyha eltalálnak legalább menekülés közben gyorsabban töltődjön újra a shielded. Szóval mindig abból a módokból dolgozok én is, amin van, és amit logikusnak gondolok, hogy ki tud segíteni a játékstílusomban abban az adott Warframe-mel. Nos, de tényleg ennyi lett volna, és mindig gazdák, hogy abból a modokból, ami van, nem feltétlenül kell megszervezni a Primet, Continuity, Primet, Flow, igazából nincs rá valódi szükséged, mert ti tökéletes modolásokat ki tudsz hozni ezen Primet modok nélkül is, mindig felhasználva azokat a modokat, amelyek vannak, hozzátársítva ugye azokhoz a ahhoz a, 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 a játéksős, amit te és idővel, hogy telik, telik a, az idő a játékban, egyre jobb, egyre több, és egyre jobb modokat szerzes, egyre jobb kezdesz lenni más mozgáskultúrával, és úgy fog alakulni a te modolási struktúrád is a játékban. Ezért létezik az, hogy 600 féle millió modolás van, és játékosok fölöslegesen vesznek össze azon, hogy ez szar, ez jó, ez a legjobb, ez a biblia, ez a iző, minden. Nem, az a legjobb, amit éppen te ott akkor használni tudsz, és segít neked abban, hogy túléljél. Nos, srácok, köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok föl. Facebookon megtaláltok a kérdésekkel. Sziasztok!